Jó reggelt. Hát mit szólnak ez a kölcsönös egymásra ígérgetésnek? Mondjuk kezdjük mindjárt a minimálbér ügyében. Szanyi Tibornak van egy komoly, talán a licitben a legmagasabb összege, amit beígért, vagy lebegtetett, hogy esetleg szükségesnek tartaná bevezetni. De vajon lesz-e ennek az ön ígéretének, vagy a többiekének is majd megfelelő anyagi alapja? A licit az nem biztos, hogy jó szó ez esetben, ugyanis az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, hát most már történelmi időkre visszamenőleg mondja azt a számot, amit egyébként önök helyesen idéztek, tehát nettó 250 ezer forintra szeretnénk tenni a minimálbért. Ehhez képest még ráadásul nettó 350 ezerre az állami szolgálati viszonyban lévők, tehát ápolónők, rendvédelmisek, pedagógusok és még sok mindenki másnak a legkevesebb bérét. Egyébként nem kell ezzel nagyon csodálkozni. Ezek az összegek, amiről beszéltem, vagy beszélünk, ez konkrétan az egy dolgozóra jutó GDP-nek az egy hatoda. Tehát azt mondjuk, hogy hát azért állja meg a menet, 15%, tehát a megtermelt jövedelem, a dolgozók által megtermelt jövedelem 15%-át azért már hadd tegye el a dolgozó. Ez az egyik. Innentől kezdve már nem is kellene ugyan nagyon megmagyaráznom, hogy miből. Tehát azért ezt nyomatékosítani szeretném. Nyilván persze rengeteg kiegészítő intézkedés tartozik ehhez. Tehát magyarul a többiek egyszerűen csak alánk ígértek, ezt kell mondjam. Bár a vicc az egészben az, hogy még mindig a kormánynak az ígérete áll, tulajdonképpen a többi pártnak a. Hát nekik van el is esélyük, ezt meg is valósítsák egyelőre. Könnyen lehet azt mondani, hogy már bocsánat, hogy ezt mondom, de viszonylag kis esélyük van arra, hogy ön miniszterelnök legyen majd a nap végén jövő tavasszal, és ezzel nem mondtam, talán nem bántam meg önt, de hát így könnyű bármilyen számot mondani. Ez nem nehézségi fog kérdése, mi azt mondjuk, ami a politikánkból következik, nevezetesen, hogy azért a minimálbérnek nagyjából abban a zónában kell lenni, ami a létminimum. Vagy fölötte. Na most, hogy ehhez miért kéne bármilyen jövőbeli várakozást társítani, ezt nem tudom. Hát ezek elemi emberi elvárások. Hát pontosabban az a másik része a dolognak, ugye, hogy a cégeknek ugye ki kell termelni, egyrészt mondta ugyan, hogy a GDP arányosan tulajdonképpen meg lenne ennek az alapja. Tehát ugye ehhez társulóan, hogy ezt meg tudják valósítani, komoly járulékcsökkentésen a szükség, amit a kormány most már nem feltétlenül, nem feltétlenül. De mert hogy félő, hogy akkor elbocsátják a dolgozókat. Nagy cégek vonatkozásában ezek a minimálbérek nem is játszanak, sokkal többet fizetnek. Tehát ezt nyugodtan a nagy cégeket kivehetjük ebből a problématikából. Ahol problémát okozhat ez a történet, ez valóban a mikrovállalkozásoknak a világa. Nem is kis és középvállalkozásokról beszélek, mert még szinte azok is köszönik szépen többé-kevésbé jól vannak, hiszen 10 fő alatti foglalkoztatottig mikrovállalkozásról beszélünk, 10 főnél kezdődik a kisvállalkozás. 10 fő az Magyarországon már valami hatalmas nagy dolognak tűnhet egyes helyeken. Hát sok egyszerűen az egy-kettő alkalmazottal rendelkező vállalkozásokról beszélünk, ahol ez esetleg probléma lett, viszont ott azért kőkemény mondatokat ki kell mondani. Tehát az, hogy én fölveszek egy rabszolgát, dolgozó helyettem, és azt hiszem, hogy én vállalkozó vagyok, na ez nem megy. Ez nem vállalkozás, kérem tisztelettel. És tudnám hosszasan sorolni például csak a szomszédos Ausztriából azt a problémát, ahol valamelyik vállalkozás nem tudja kitermelni, úgymond a minimálbért, azért jóval magasabb minimálbért, akkor kimegy hozzá az adó, csak azt mondja, hogy Günther, ne szenvedj, ne roncsod a többieknek a versenyképességét, ne erőlködj. Ezt megoldjuk szociális ágon, hogyha neked, ha majd lesz jobb ötleted, amit vállalkozásnak lehet nevezni, örömmel látunk újra a piacon. Hát igen, ez a kapitalizmus lehet mondani, persze. Nézzük a napi aktualitásokat még. Azt gondolom, hogy fontos ezekre is, hogy reagáljunk. Csak kétharmaddal lehetne Polt Péter például meneszteni. Az új törvénytervezetet a kormány megbízásából Varga Judit igazságügyi miniszter adta be. A két ellenzéki miniszterelnök jelölt, Dobrev Klára és Márki-Zay Péter is úgy látja, a kormány megijedt, ezért szeretnének módosítani a törvényen. Az országgyűlés dr. Polt Pétert legfőbb ügyésznek megválasztotta. 2019-ben kétharmados többséggel választották újra Polt Pétert legfőbb ügyésznek. A poszt betöltéséhez már korábban is kétharmados parlamenti támogatásra volt szükség, azonban ahhoz, hogy leválthassák, eddig elég volt az egyszerű többség is. Ez azonban hamarosan megváltozik. A kormány ugyanis most egy olyan törvénytervezetet nyújtott be az országgyűlésnek, ami alapján már csak kétharmados többséggel lehet leváltani a legfőbb ügyészt. Az indoklás szerint azért szükséges kétharmadhoz kötni a legfőbb ügyész leváltását, hogy az igazodjon a megválasztásához szükséges kétharmados felhatalmazáshoz. Gulyás Gergely miniszter a kritikákra reagálva azzal védekezett, idézem,
Amilyen többséggel keletkezik valakinek a megbízatása, a legfőbb ügyésznél ez eddig is kétharmados volt, ugyanolyan többséggel lehet megszüntetni is a megbízatást. Szerinte ez a törvénytervezet csak az eddig is ismert alkotmányos gyakorlatot foglalja jogszabályba. Nézzük először ezt, hogy mi az igazság. Most igaza van Gulyás Gergelynek, vagy nem? Ha igaza van, akkor miért téma ez egyáltalán, ha pedig nem, akkor miért? Választások előtt fél évvel és pont a leginkább célzott vagy támadott posztok egyikénél. Egyébként nem csak erre vonatkozik a törvény, hanem több más állami posztra is. Az állami számvevőszék elnökének, kurielnökének. Így, tehát ha nagyon akarom, akkor igaza lehet az indoklásnak. Valójában ez a társadalom és a politika felé egyértelműen a gyengeség jele. Tehát ezt nem lehet szépíteni, hogy pont most jutott eszükbe 12 év után, vagy nem tudom hány év után, hogy itt van valami jogi rendeznivaló. De miért gondolhatja bárki is az ellenzék részéről, hogy 51%? Nincsenek jelentősége, mert egyébként a legfőbb ügyészt az csak az államfő javaslatára lehet egyáltalán egy leváltási procedúrára tenni. Tehát, hogyha az államfő nem terjeszti elő a legfőbb ügyész leváltását, akkor tök mindegy, hogy mekkora buvárja van az országgyűlésnek a leváltáshoz. Szóval összetett, bonyolult ez a dolog. Maradjunk annyiban, hogy ezt a politika egyébként úgy definiálja, vagy interpretálja magának, ez a gyengeség jele. Van nálunk egy mondás a tatamin, hogyha győztél, 20-szorosabbra sisakod. Szerintem ott még keményebb csaták várnak ránk, és erre a keménységre kell fölkészülni. Amit most megmutatott a leendő keménységből a jelenlegi kormánypárt, szerintem ebben ezt vállalni tudjuk, mint ellenzéki politikusok, hogy jelenlegi és leendő kormánypárti politikusok, hogy... Na vajon az iszom beszáll-e ebbe az erősítésbe az ellenzéki oldalon? Jussunk el oda. Ez nekem a nagy kívánságom, hogy sikerüljön leváltani. Szeptikusnak tűnik, vagy optimista a kormányváltást? Inkább azt mondanám, hogy igyekszem a realizmus talaján maradni. Tehát azért, hogyha megnézzük a választási matekot, és mondjuk itt lehet méricskélni azt, hogy ellenzéki összefogás kontra kormány, hány százalék, stb. Nagyon szórnak a számok, maradjunk ennyiben. Ezek mindig mai pillanat felvételek, tehát nem sokat mondanak a jövő vonatkozásában. A jövő vonatkozásában az lenne egyféle megbízható győzelmi várakozásnak az alapja, hogyha az ellenzéki lista, mint olyan, az kb. 5-10%-kal vezetne a kormánypárt előtt, mert amit a magyar közvéleménykutatók soha nem vesznek ide, hát be fog csorogni innen a határon túlról 500 000 szavazat. Az akkor át tud lenni. Most nem mérnek. És ezeket nem mérik. Egyébként egy közvéleménykutató méri ezt a hatást is. Rendre egyébként őt meg leszokták szólni, hogy na hát micsoda rossz adatokat hoz, pedig semmi más nem történik, mint ezekkel is számol. Na de ezzel együtt azért az igen szolidaritásnak az az álláspontja, és az egyféle kritika tulajdonképpen a két jelenleg még versenyben lévő miniszterelnök, ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjével szembe, hogy azért nekik tulajdonképpen semmi problémájuk nincs a mai magyar kapitalizmussal. Tehát olyan mondatok nem jöttek ki a szájukon, hogy ezt a rendszert, mint olyat, ezt azért ezen jelentősen módosítanának. De azt mondták, hogy rendszerváltásra van szükség. Moment, politikai rendszerről beszélünk, de a rendszerkritika a baloldali olvasatban az kapitalizmus kritikát jelent. Ugyanakkor az iszom mit mond a Kádár program keretében? A Kádár program keretében azért mi jelentősen belenyúlunk a kapitalizmus viszonyai közé. Például, ugye, amire már Anett is célzott, hát azért a nagyvállalatoknak az adómentessége, most nem akarom ezt részletezni, mert nem abszolút adómentesség, hanem hát csak relatíve. Például a 10 legnagyobb magyar vállalat de facto egy büdös fillér adót nem fizet a nap végén, mert az ilyen-olyan kedvezményekkel, meg nem tudom, addig kreatívkodnak, amíg nulla lesz ez az adó. Nem magyar jelenség, ezt csupán szeretném elmondani. Tehát magyarul azért igenis ugyanazt a tehervállalást el akarjuk várni a cégektől, csak mondjuk ráadásul egy érdekességet, ami például mondjuk a NER közeli üzletembereket valószínűleg érdekli, mint innováció, hogy mi azt mondjuk, hogy azon offshore cégek, tehát az offshore ugye azt jelenti, hogy a tulajdonos, a végső tulajdonos személye nem felfedhető, na ezeket a anonim, vagy ilyen ködös burokban lévő tulajdonokat, ezt állami kezelésbe akarjuk venni, mindaddig, amíg a tulajdonos nem jelentkezik, hogy hello, az enyém, ha megjelentkezik, akkor megkérdezzük tőle, hogy aztán ez miből lett. És akkor ezek kemény dolgok, és ez a rendszer... jogi feltétele kellene, hogy legyen, viszont visszatérve az azt mondta, hogy 5-10% kellene, hogy annyival... Megvannak a jogi feltételek, szeretném elmondani.
Dobrev Klára tegnap azt mondta, hogy egyenlő esélyek, egyenlő bérek, tehát nők és férfiak között ne legyen különbség. Nyilván az a válasz erre, hogy ebbe mindannyian bele tudnak ebbe állni, de mit jelentene ez a gyakorlatban, hogyan lehetne ezt számon kérni a cégektől az önök elképzelése szerint? Ebben az újítás az a garanciák beépítése a törvénybe, hiszen drámai kimondani is, az első ilyen magyar törvény 1974-ben született, ami az egyenlő bérekről szól. Azért örülök, hogy Anett a Kádár korszakból hozott egy példát, hogy 1974. És azóta nem tudjuk betartani. Így van, viszont azért a mi pártunk, tehát az Igen Szolidaritás, vagy az Iszon pártnak azért nagyon sarkos véleménye van e tekintetben. Nem csak arról van szó, hogy állítsunk egymás mellé egy kazánfűtő férfit, meg egy kazánfűtő nőt, és akkor ugyanaz legyen a bére, hanem arról van szó, hogy ez egy strukturális kérdés is. Hiszen nem véletlen mondogatjuk mi a közszolgálatban a 350 ezer forintos nettó munkabért, mert az a női átlagbéren őrült nagyot emelne, hiszen az óvónők, a tanárnők, az ügyfélszolgálatosok, és még nem tudom hány, tehát gyakorlatilag az állami szféra önmagában produkálja a nőknek az alacsonyabb fizetését, azért, mert olyan szektorokat működtet, ahol döntően nők dolgoznak, és borzasztó alacsony béreken. Na ez a rendszerváltás.